Sziasztok srácok, a mai videóban pár iratlan csígó szabályt fogok nektek bemutatni. Nem is akarom tovább húzni az időt, szerintem kezdjük is el. Az első ilyen szabályunk az nem más, mint hogyha a vége van a bemelegítésnek, akkor ugye nem tudsz semmit csinálni, mert ugye lefagy a karaktered és nem tudsz mozogni, se a kamerát mozgatni. Akkor megfogjátok és megnyomjátok a G-betűt és eldobáljátok a fegyvereiteket és mindenki ezt csinálja, szóval ti is ezt csináljátok. A második nem más, mint amikor bemelegítésben jól lősz, azaz lelövöd az ellenfelet úgy, ahogy csak tudod, és sikerül is, és jobban lősz, mint ahogy szoktál, akkor elméletileg az MM-ben nem fogsz annyira jól lőni. Ez is egy ilyen szabály, szóval ha netán bemelegítésben benne vagytok, akkor ne lőjétek az ellenfelet, hanem csak próbáljátok ki, hogy hogy a mozogtok, a célkeresztet, meg az ilyesmit. A harmadik szabály nem más, mint amikor azt hallod, hogy rush B, szerintem már mindenki hallotta, akkor ugye arra gondolnak, hogy fussuk le B-t és hogy oda plenteljük le. De ez nem más jelent, mint hogy berasoltok B-re, T-spanról ugye, és amikor már bent vagytok tunnelben, akkor az egy ember kifut, a többi ugye nem mert félik, hogy lelövik, meg ilyesmi. Befut, lelövik, és utána gyakorlatilag az egész team lekempeli a tunnelt, lower tunnelt, figyeli az egyik, másik nézi B-site-ról, hogy jönnek a CT-k, pusherek, másik hátat nézi, szóval igazából nagyon durván elfajulhat a dolog, hogyha mondjuk ezt halljátok. Biztos veletek is volt már olyan, hogy bemelegítésben, MM-ben, bemelegítéskor voice chateltetek és nem válaszoltak. Ez így van, mert aki nyomja a voice chatet bemelegítésben, annak általában nem fognak válaszolni, ez egy ilyen iratlan csígó szabály, de azért néha válaszolnak. Az ötödik szabályunk az nem más, mint hogy a Dust 2 az egy úgymond legendary map, mert ez már cserépontot óta, hát majdnem ugyanaz, csak egy kisebb-nagyobb update-ekkel változtattak rajta, szóval hogy egy legendary mapon akartok játszani, akkor menjetek D2-re. De szerintem ezt már sokan ismertétek. Igazából már ígérték, hogy jön majd egy kicsike update hozzá, de azt még sok ideig fogják ígérni szerintem. A hatodik íratlan csígó szabály az gyakorlatilag az, hogyha valaki nálatok sokkal jobb, arra azonnal azt írjátok, hogy cheater, meg hogy tudja, hogy hackkel, biztos VH-zik, aimozik, szerintem ez nektek is ismerős lehet. A következő tényünk, hogyha valaki ugye B-t fogja CT-ként, és berassol egy C bomba nélkül, akkor azt ugye elordítja magát a CT, hogy ez B, pedig bomba nélkül jött be egyetlen egy ember, és emlékszem ilyenkor át szoktak forogni ugye B-re, és így kint hagyják át, és ára pedig bemennek plantelni, szóval az ilyen infókba sohasem bízzatok. Az utolsó előtti tény nem más, mint hogyha görgöző vagy kubetűvel váltogatod a fegyveredet, akkor elméletileg hamarabb ránkapolsz, meg ilyesmik. Én nem tudom, én nem igazán hiszek benne, de hát döntsétek el ti. A kilencedik tény nem más, mint hogyha a Mirázson B-re rásoltok a csapattal, azért toltok egy bírást, akkor ugye mindig azt a TV-t meg kell ütnötök, hogy tönkre anyad a TV, és ez nagyon menő, és ez ilyen kabalaként szolgál egy-egy körön. Ennyi is lett volna ez a kis videó. Én köszönöm szépen, hogy végignézhetek, és kommentbe írjátok le, hogy miről legyen a következő videó, vagy hogy egyáltalán szeretnétek-e még ilyen videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást. És én Funker Gamer voltam. Sziasztok!